Mint arról korábban már beszámoltunk, az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg. Az eseményen először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt. A program Magyarországon mintegy két évtizedes hagyományra tekint vissza. Az imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért. Városunkban nagy hagyománya van az egyhetes rendezvénynek, melyhez a tavaly évben a baptista gyülekezet is csatlakozott. Az idei esemény bibliai mottója Mózes 5. könyvében található, az igazságra és csakis az igazságra törekedj. Az imahét anyagát az indonéz ökumenikus csoport készítette. Én úgy gondolom, hogy mikor az igazságról beszélünk és keressük, mi az igazság, akkor tudunk egyszer beszélni a világélet igazságáról és Isten igazságáról, és a kettő nem ugyanaz. Én úgy gondolom, hogy a mai világban egy igazságtalan, egy kabzsi, egy korrupt, egy mohó világban élünk. És mikor az igazságról beszélünk, akkor mindig Rendhozborn jut eszembe, hogy az igazság az soha nem az előzetes véleményünknek a megerősítése. Az eseményen Bíró István görög katolikus parókus tartott liturgiát, kiemelte, a mindennapok elválasztanak bennünket, problémáink leragasztanak, éppen ezért van szükség az ilyen programokra, ahol közösen közelebb tudunk kerülni Krisztushoz. Azért fontos, mert magában a városban is az, hogy a különböző keresztény felekezetek együtt tudnak imádkozni, egy egységet tudnak képezni, ez egy jelkép lehet. Én azt gondolom, hogy ma nagyon sokan vágynak arra, hogy egy jó közösséghez tartozzanak, és hogyha mi meg tudjuk mutatni ezt a közösséget, akkor én azt gondolom, hogy sokaknak egy olyan receptet tudunk adni az élethez, föl tudjuk mutatni azt a Krisztust, akihez igazából mi is csak közeledni tudunk, ami meg tud minket menteni. Az esten teljesen megtelt az imaház, ahová minden korosztályból és közösségből érkeztek jelenlévők. Gruber Györgyné római katolikus vallású, de tavaly annyira jól érezte magát a baptista közösségben, hogy ismét visszatért. Stábunkkal megosztotta, ő miért tartja fontosnak az imahetet. Azért, hogy lássuk, hogy nem csak a mi vallásunk szép és jó, hanem a másik, amelyik hasonló nagyon hozzá, hanem is egészen ugyanolyan. És hát ezért nyitottnak kell lennünk, és többször is át kéne járni a másikhoz. A nyitó rendezvényen Farkas Éva Erzsébet polgármester is tiszteletét tette. Hétfőn már az újvárosi római katolikus plébánia kápolnájában tartottak liturgiát, míg adásunkkal egy időben a belvárosi református imateremben találkoznak. Szerdán a görög katolikus templomban, majd az újvárosi református imateremben, ezt követően a belvárosi római katolikus templomban, és végezetül szombaton az evangélikus templomban zárul az ökumenikus imahét.